Amire mindenki számított, a Real Madrid megszerezte Kylian Mbappét a Paris Saint-Germain-től, és a következő szezontól az Mbappé, Rodrigo, Vinicius Junior, Bellingham négyessel fognak támadni. Nagy kérdés azonban, hogy ezt Carlo Ancelotti hogyan fogja tudni összeépíteni, ugyanis ez a négy játékos vagy egymás elől fogja elszívni a levegőt, vagy pedig egy megállíthatatlan gépezet lesz a Real Madrid támadó játéka, ha tippel nem kéne, akkor inkább az utóbbi. Mert nagyon vártam ezt, hogy meg tudjuk nézni normálisan, ezt a csapatot, hogy mit csinálhatnak majd Kylian Mbappé-val. Hozzáteszem, hogy dibánkoljunk rögtön itt az elején valamit, nem ingyen érkezik Kylian Mbappé Madridba, valószínűleg ő és a menedzsmentje azt a pénzt, ami az átigazolási összeg lett volna, azt minden máson bevasalja a Reálon, mint ahogy annó Holland sem 65 millió ment át a Manchester Cityhez, hanem rengeteg aláírási pénzt, is neki még az édesapja is rengeteg pénzt kapott abból a transferből, szóval Mbappé nem ingyen megy a Real Madridhoz, valószínűleg egy jó vaskos fizetése van, ami nyilván hozzá fog ahhoz majd, hogy ingyen távozott Paris saint germain adódni, és hát az aláírási pénz valószínűleg nagyon-nagyon magas. Perla Mendit eladom az Atletico Madridnak, bevallom őszintén én nem tervezek Mendivel, szerintem sokkal jobb, fiatalabb opciók is lesznek nála. Nacho, ha minden igaz, a Realnál a következő szezonra, körülbelül 99% hogy nem lesz, és Bárdákcsi nekem nagyon tetszett ezen az EB-n, amikor felveszem, akkor még mindig a Georgia-Török meccs után vagyok egy nappal, és szerintem egy fantasztikus mérkőzés volt, és nagyon-nagyon tetszett Bárdákcsi játéka, egy ilyen romboló középhátvédnek tűnik, és ahogy visszanéztem, hogy hogyan szerepelt a Galatasaraynál, tényleg egészen jó, szerintem egy kiváló rotációs elem lehet. Egyrészt Árda Gülernek biztos segítene egy nemzeti társ, úgymond, szerintem, szerintem ez egy nagyon nagy húzás lesz bárki, aki megpróbálja elvinni majd Bárdák Csit idén. Na jó, talán ez egy kicsit elrugaszkodott igazolás, de Alfonso Davisnek állítólag nincs maradása Münchenben, és már nagyon régóta pedzegetik, hogy a Real Madrid lehet a következő állomása Alfonso Davisnek, és egy olyan helyen, mint a Real Madrid, ahol a játékosok egyszerűen kivirágoznak, és az egyéni képességeik szintet lépnek, Alfonso Davisnek lehet, hogy egy egy ilyen közegre van szüksége. Hónapokkal ezelőtt említettem már Leni Jorót, hogy egy fantasztikus középhátvéd lesz ő. Azóta szóba hozták már a Real Madriddal és a Manchester Uniteddal is. 18 éves lesz nagyjából, amikor ez az igazolás meg fog történni. Leni Joró egy fantasztikus Real Madrid igazolás lenne szerintem. Úgyhogy meghúzzuk, lehet, hogy kölcsön adjuk, Bár bevallom őszintén, hogy Militao, Rüdiger, Joró és Bardakcsi a rotációnk. Állapában lehet, hogy bal hát számolok, de majd meglátjuk. Egy ilyen felállásban fogunk játszani. Hát sok a kérdőjel még számomra, hogy hogy próbálja meg ezt a négy játékost elől, Vinit, Bellingemet, Mbappét és Rodrigót majd Ancelotti összepárosítani. Meglátjuk. Kicsit, kicsit félek, hogy itt valami nem fog stimmelni, és valaki ki fog ebből a négyesből szorulni, de megpróbálunk mindent. Valószínűleg majd Ancelotti ezt jobban fogja csinálni. De én alapvetően most ezt így képzelem el. A felénél harmadikak vagyunk a bajnokságban, kilenc ponttal vagyunk lemaradva Barcelonától, akik veretlenek, az az öt az nagyon sok. Úgyhogy ezen kell majd valamit változtatnunk. Itt a szezon második felében egy-két játékost kölcsön szeretnék adni, és lehet, hogy hozunk még játékost, mert ez nem az igazi. Viszont a BL-ben csoport elsőként mentünk tovább a C csoportból a Napoli előtt, pont azonossággal ugyan, de gólkülönbségnek hála megelőztük őket és majd a lációval fogunk játszani a 16 között. Hát ezt uh, viszonylag egyszerűen kéne vegyük. Első mérkőzésünk a láció ellen. Bevallom őszintén jó, hogy idegenben kezdünk. 4-0, tovább is jutottunk kb. Kicsit felforgattam a kezdőnket erre a mérkőzésre, mert uh, miért ne? Tehát négyet nem kapunk, ha nem rugunk. David Alabaért jött egy óriási ajánlat a Newcastle United-tól. 46 millió eurót fizettek érte, úgyhogy én eladtam. Alabát a következő szezontól majd a Newcastle játékosa lesz. Mi pedig a Barcelonával fogunk játszani majd a Bajnokok Ligájában. Rüdiger hiányjal küzd, Rodrigo pedig nem játszhat ezen a meccsen. Szóval az ág is húz minket, de reméljük azért hozunk egy jó eredményt, kettő egyre kikapunk. Na mondjuk az nem egy jó eredmény. bajnokságban nem nagyon megy a játék, reméljük, hogy azért továbbítunk a Barcelon ellen. Három egyre hosszabbításban, 118. percben Mbappé tovább lő minket. Kettő egyre kikapunk, hazai pályán kellene majd valamit alkotnunk, eddig ment, reméljük most is fog nem változtatok a kereten igazából semmit, egyénileg top-top-top játékosaink vannak, és büntetőkkel továbbítunk a döntőbe. A Lipcsével játszok a döntőt, nem fogom lejátszani, mert megpróbáljuk ezt a triplázást három egymás követő évben megnyerni a bajnokok ligáját. Ez az első, ez borzasztó nagy szerencsének lesz köszönhető, ha megnyerjük, és 5-2-re elpusztítjuk az RB Leipzig csapatát a bajnokságban csak másodikak leszünk a Barcelona mögött. Én nagyon éreztem, hogy ez egy rossz szezon volt, ezért is azért paráztam, hogy itt mi lesz a döntő. Aztán, amikor megláttam, hogy a Lipcsével játszunk, akkor kicsit megnyugodtam, el is pusztítottuk őket. Jövőre azért szeretném a bajnokságot is megnyerni, de az első szezonban megvan a BL, nagyon-nagyon kell erősítenünk ezen a kereten. Mert egyénileg ugyan kiváló játékosaink vannak, de nem úgy néz ki, mintha tudnának működni együtt. Vini, Mbappé és Rodrigo majdnem mindegyik őjük 20 gól fölött. Mbappénak volt 13 aszisztja is, tehát uh, ő azért beletette a magáét maximálisan. Mélysége nem nagyon volt ennek a keretnek szerintem, úgyhogy jövőre ezzel is kell változtatnunk, illetve a védőink közül Rüdiger-től én majd meg fogom köszönni itt a hozzá, hozzátett uh, dolgokat, mert nem, nem nagyon vagyok vele, meg, me, me, megelégedve. Nikó Pászt, Álvarót, Leni Jorót is kölcsönadtam, meg Árda Gülert is a Barcelonának. Ő egyébként szépen fejlődött, vele számolok a jövőben. Abszolút Joró valószínűleg, még az is lehet, hogy megkapja a lehetőséget jövőre Rüdiger helyett. Ő lesz majd csúa menni alternatívája. Egyébként szerintem közel hasonló a két játékos, én nagyon-nagyon imádtam már a Leccsénél is Morten Julmandot, Sportingnál pedig egészen egyszerűen kiváló. És hát a Rüdiger pótlék az Antonio Silva lesz majd a Benfikától Egy csodálatos játékos, 20 éves, nagyon-nagyon Real Madrid alapanyag. Már most az egyik vezére a Benfikának ilyen fiatalon, szóval ez meg kell húzni a Real Madridnak valamikor a valóságban is. Dani Carvajal kidöltött hónapra, szóval nem tudom, vagy játékrendszert fogunk váltani, vagy igazolok a helyére valakit. Tony Rüdigertől pedig elköszönünk, 61 milliót fizetett nagyjából érte a United, bőven jó, Antonio Silva megoldja. Jonas Windet is megszereztem 24 millió eurót, sem sajnálva érte. Én nagyon-nagyon kedvelem Jonas Windet, és szerintem Mbappé úgy működik a legjobban, hogyha van előtte egy nagy darab csatár, aki lefejelgeti neki a labdákat, mint ugye a francia válogatottban ez Olivier Giroud, és itt nálunk ez Jonas Wind lesz a zsírunk tulajdonképpen. Egy fiatalabb kiadású kevésbé zsirú, zsirú de hasonlít zsirúra. Tökéletesen fog illeni ő a a taktikába, amit kitaláltam. Tulajdonképpen ez egy három védős rendszer lesz, mert majd Ben White egy kicsit be fog tolódni, és majd be fog csatlakozni a védőkhöz, Davis pedig a bal oldalon a szélességet fogja nekünk adni, Mbappé pedig hát tulajdonképpen egy csatár lesz, Vind megpróbáljuk azt, hogy Wind lefejelgeti neki a labdákat, és visszapasszolja kb. mint a francia válogatottban a másik oldalról pedig hát a Bellingen Vinicius páros bejátsza majd a jobb oldalt. Fejben ez egy nagyon jó taktikának tűnik. 17 győzelem, egy döntetlen valahogy becsúszott, nem is értem, hogy hogyan. 34-es gólkülönbség, 52 pont. Féltávnál lehet, hogy miénk a bajnoki cím. Ugyan nem veretlenül vagyunk féltávnál, mert van egy vereségünk, méghozzá a Pauk vert el minket, akik csontutolsó, hát azért nem csontutolsó, tehát azért két ponttal voltak lemaradva a Lációnál, de az egyetlen győzelmüket ellenünk szerezték, szóval az egyetlen csapat, aki fél szezon alatt meg minket verni, az a Pauk. Közben, amit elfelejtettem mondani itt január 1-én, hogy volt Rodrigo-nak kivásárlási záradéka szerződésében, amit az Atletico Madrid kifizetett, szóval Rodrigo már nem a csapatunk tagja. Úgyhogy az ő helyére hozunk valakit. Nem is értem, hogy miért van neki ilyen a szerződésében egy Real Madridnál újra éljük a bekemi éveket. A modern bekem Jack Grill csatlakozik hozzánk. Taktikai aspektusból igazoltam le Jack Grill mert amiben Grill nagyon-nagyon jó az, hogy lassítani tudja a játékot. Szóval a padról beszállva esetleg, hogyha kell valamilyen dolgot véghez vinnünk, akkor Grill a tökéletes ember erre a feladatra. Reméljük ez a srácokat annyira nem fogja zavarni, három egyre győzünk. Wind, Militao és Mbappé találataival. Közben megvan az első vereségünk a Granadától a szezonban. Viszonylag kipihenten fogjuk fogadni majd a Juventus-t. Kettő győzünk, 5-2-es összesítéssel megyünk tovább. Talán ismét a negyed döntőben csapunk össze ősi riválisunkkal, az FC Barcelonával. Szerintem taktikailag jobb a csapatunk, ugyanakkor kikapunk az első meccsen. Ferran duplázik. Volt egy fontos Betis elleni meccsünk itt hétközben, de reméljük a Barcelonának is fontos mérkőzése volt. 2 0 ra nyerünk, és tovább jutunk. Ez a Latasa nevű srác, vagy Latasa, fogalmam sincs, hogy ki ő, valószínűleg itt majd a Real Madrid szurkolók a komment mezőben ki fognak javítani, hogyha tévesen mondtam, ami valószínű, ő meglehetősen komolyat megy ebben a szezonban. Már az elődöntőben megismételjük a tavalyi döntőt, hazai pályán kezdünk a Leipzig ellen, és 2 0 ra nyerünk Wind és Mbappé góljaival, Campbell pedig úgy gondolta, hogy ő nem akar a második meccsen játszani, mert minek? Öregő már. Itt visszavágóra kicsit belerottálok a keretbe. Lehet, hogy nagyon nagy hülyeség, de én úgy érzem, hogy megérdemlik ezek a játékosok, hogy játszanak. Egy-egy, ismételten emberünk szerezte a gólt, tovább jutunk, ismét döntőt játszunk. És mielőtt lejátszunk a Bajnokok Ligája döntőt a Paris Saint-Germain ellen, megnézzük, hogy hogy állunk a bajnokságban. Majd, hogy nem 100 ponttal nyerjük a La Ligát, 9 ponttal végeztünk az FC Barcelona előtt, azért három vereség becsusszant. De toronymagasan utca-osszal nyertük idén, idén. Idén jobban működött az, hogy nem a játékosaink egyéni képességeire építünk, hanem egy rendszert próbáltunk meg összehozni, és Jonas Wind szerintem a legfontosabb igazolásunk emiatt. Ezt a meccset, és meg is teszi 2-0-ra, Jonas Wind óriási szezont fut. Csapatunk házi gólkirálya az Mbappé és Vinicius Junior, és Jonas Wind 20 gólt pakol oda, totálisan jól működött szerintem Jonas Wind, bár nem tudom, mert nem játszottam sajnos, meg hát valószínűleg nem is annyira jó a, a leképzés ennek a dolognak. Itt virtuálisan, mint ahogy ez a valóságban kinézne, de nekem ez abszolút azt igazolja, hogy ez működik, Jonas Wind nagyon-nagyon-nagyon király volt, és egyébként Antonio Silva 52 mérkőzésen lépett pályára, patika, egyébként én azt hittem, hogy Hualatasának jobb szezonja van, de annyira nem volt azért ez a rossz szezon. 9 meccs, 2 gól, Grill is 17 meccsen kapott szerepet, 2 gólt szerzett, tökéletesen nem is kell több tőle tulajdonképpen. Jonas Wind ennek a szezonnak az MVP-je nálam, Torony magasan nyertük vele a bajnokságot, amit tavaly nem sikerült, és a BL-t is megnyertük. Azért fog Csálánoglu kelleni, mert talán az egyetlen gyenge pontja ennek a csapatnak jelenleg a pontrúgások, amiben pedig Csálánoglu top szintet képvisel, vagyis hát ebben is, hiszen saját elmondása szerint mindenben ő a világ legjobb játékosa. Én meg annyit tennék hozzá, hogy a legszerényebb is valószínűleg Csárhanoglu lehet. Viszont ezzel Kamavingát kölcsön kell, hogy adjam a Gironához. Talán a legjobb helyre sikerült, a még mindig nagyon-nagyon fiatal játékost kölcsönadnunk, mert az ő helyét az Csárhanoglu most át fogja venni. Nem tudok ennyi játékost játszatni egyszerűen. Az az egyik vereségünk az pont származik, akik elképesztő szezont futnak a BL-ben pedig pengék vagyunk továbbra is. A Chelsea ellen megyünk az első körben, lássuk mire megyünk, 3-2 szoros volt. Szergei Milinkovics Savic náluk focizik, Ez komoly. Sokkal szorosabb, mint amire én támítottam, de 2-1-es győzelmünk az bőven elég, hogy tovább jussunk, Vinicius lő minket túl. Mivel a Milánnal játszunk, gondoltam egy nagyot, és beraktam a kezdőbe Csálhánoglut, aki nem sokat játszik, de hát, hogyha... Hát nem kár volt. Most látok valamit, amit nem akartam látni, mármint nagyon szeretném látni, hogy Julmand kezdjen ebben a csapatban, de hol van Chua Valószínűleg kivásárlási záradék volt a szerződésében, és valaki megvette. Nem baj, a továbbütés megvan, Vini és Bellingham góljával, nagy nehezen, de ez nagyon rossz. A Paris saint játszik Csuaméni. Ez igazából annak a hátránya, hogy leszimuláljuk az egész szezont, mert ilyennek felett is elsiklunk, sajnos. Hát ez borzasztó kellemetlen. Na lássuk, hogy meg tudjuk-e verni harmadjára is az Intert idén, a másik milánoi csapatot. Ugye eddig kétszer Schulmannivel megvertük őket, és most harmadjára Hulmandal is sikerül, bár jó rente gólt szerez. Zsinorba harmadik döntőnkre készülünk, de ehhez győznünk kell, vagy nem kéne kikapni, nem kapunk Viniel, mert Viniel intézi, Viniel intézi, ekkor a király Vinicius Junior. Tulajdonképpen, hogy ki ellen játszik a BL döntőt, én sem tudom, mert nagyjából egy nap telt el a két felvétel között, ugyanis azóta Twitch-en uh, néztünk EB meccseket, és pont belelógtam, úgyhogy nem tudtam tegnap befejezni ezt a videót, ezt ma fejezem be, de ti majd holnap látjátok valószínűleg, de ennyit erről. Kilian Mbappé, 58 meccs, 37 gól, Vini Junior, 34 gól, 14 assist. Azért azt kimondhatjuk, hogy Vini Junior jobb performanszal rukkol elő ebben a, ebben a sorozatban, mint Kilian Mbappé, de hát ők ketten 27 és 25 évesen a világ legjobb játékosainak néznek ki ezzel az értékeléssel, és hát szerintem a világ legjobb játékosa pedig Jonas Wind, aki amióta itt van, csak nyer. Olyan, mint DJ Khaled. Another one az FC Barcelonával fogunk találkozni a döntőben. Mekkora csattanó, mekkora csattanó. Megszerezték Darwin ezt, Pedro Porrot, Marquinhoszt, de visszatért, és hát úgy látszik, hogy Baldét ki is tolta, turta. Jorginho is a kezdőben. Érdekes csapat. Nálunk Grill is sérült, úgyhogy őt ki fogom venni majd ebből a kispad szekcióból, és az ő helyét megkapja majd szebályosz. Valószínűleg. Illetve Leni Joró lesz a a baloldali közép hátvédünk, mert Eder militáó egy kicsit uh, fáradtnak tűnik, úgyhogy így fogunk neki ugrani majd ennek a mérkőzésnek. Vagy lehet, hogy nem. De mindenféleképpen így fogunk neki ugrani, mert nem akarok Ben White-tal közép hátvédet játszatni. Azra gondoltam, hogy Kárvá bejöhetne, de jobb lesz ez így. Jonas Wind labdájával lelindul a Bajnokok Ligája döntője. Kíváncsian várom, hogy hogy fogunk szerepelni. Talán minden meccsen megvertük én a Barcelonát. Nem nagyon emlékszem arra, hogy felvillant volna, hogy kikaptunk. Óriási játékkal kezdünk. Ki a szélre? Alfonso Davis. Ez Davis. Hát az talán nem a legjobb labda Viníez. Kicsit talán úgy tűnhetett eddig, hogy Morten Hulmandot lesajnálom, de én nekem abszolút nagy kedvencem Julmand. Úgyhogy viszonylag örülök, hogy kezdő, de kicsit zavar, hogy a tudtam nélkül elment Chua Meni. Hulmand, Ó, előtt viszonylag nagy terület volt. Aztán egy jó labda és Jonas Windet, hát ezért hoztuk Jonas Windet, egy csodálatos labdát a dembappé aki megszerzi a vezetést a 25. percben a Real Madridnak. Jonas Wind asszisztjából. Alfonso Davis a szélen, és ő nagyon gyors. Jonas Wind kapja, Jonas Wind óriási helyzetben. Jonas Windet duplázhatunk, duplázunk is. Két nagyon gyors gól, 2-0, Jonas Wind. Jó vájt labdája, Vinicius. Szépen csinálja, Vinicius Junior és lehet adni, és nem is rossz az a beadás Valverdéhez. Jorginho, Gavi. Darwin ez. kicsit hossza húzza meg, Leni Jóró aztán szerel. De Ben white odapattan Ferran, Torres a labda. Ferran, Darwin. Beleáll Lenny Joró, Pedro Porról lőhetett. Szöglet. Vinicius csak bele tud fejelni kicsit. Jorginho. Marquinhos, Julmand óriási szerelés, és ez a vége 2-0. Mbappé. Ezt tudta venni megint a bal oldalon a labdát, kilép Mbappé. És a beadás nem jó, de így visszapatta hozzá, és ez így egy szöglet. Alverde szöglete, Jonas Wind irányába. Marquinhos kaparintja meg. Ferran Torres egy szép csellel elküld az emberünket. Rafinha óriási helyzetben, aztán egy Penetránsan gyenge Nem tudom, hogy mit volt a terv vele. Antonio Silva viszont mehet. A belső átvédünk. Antonio Silva. Hát, ez nem neki való vidék. Aztán Ben White visszaszerzi. Vinicius. Na ő neki már jobban fog állni, hogyha mehet. Vinicius. Vinicius. Hát a beívelésig nagyon jó volt. Vinicius gyönyörűen. Vinicius. Szöglet. Valverde. Ponzi irányába ment. Azt Antonio be fogja gyűjteni. És átforgatja leni Jorónak a másik oldalra. Joró. Jól mond. Belingem. Óriási terület Belingem előtt. Rászúrja. De Ter hárít. Pedro Porro. És ott egy óriási helyzet ismét előttünk. Jonas Wind megint megszerezheti a második gólját. Jonas Wind és meg is szerzi. Jonas Wind dupla. És egy gól passz ezen a meccsen a meccsembe, de Jonas Wind. Julmand rendkívül jó labda. Vinicius Junior. Ez egy nagyon jó labda, Mbappé. Belerúgja terstégenbe. Stegenbe. Kundé. Jön Julmand és óriási labdát szerez. Morten Julmand. A két Dán vieti a labdát, aztán Hulman nyilvánvalóan belevezeti Marquinhosba, hogy ne, lőjük meg a legnagyobb gólunkat ezen a meccsen. Nyilvánvalóan ez lett volna az. Darwin ez. Darwin ez, jó a labda, szének Fonzi. És itt a vége. 3-0-ra legyőzzük a Barcelonát a Bajnokok Ligája döntőjében, ezzel megvan a triplázás. Három szezon alatt 180 meccsből 130-at megnyertünk, 25 döntetlen, 25 vereség mellett. Azt kell mondanom, hogy meglehetősen kikerekben gazdag volt ez a három szezon. Az első szezonban voltak problémák, aztán stratégiát váltottunk, és jött Jonas Wind, és onnantól már történelem az egész. Ha tetszett a videó, akkor mindenféleképpen dobj egy lájkot, like iratkozz fel, meg mindig, amit ilyenkor el szoktak mondani, azokat tök jó, hogyha megcsinálod. A Socialok azok lent vannak a leírásban, az összes, bármi, hogyha esetleg érdekel, a leírást tudom ajánlani, ott mindent megtalálsz. Legyen nagyon-nagyon-nagyon király napotok, sziasztok!